Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mai műsorunkat egy felhívással kezdjük. A Videoton Baráti Kör Egyesület december 27-én, 28-án és 29-én ismét megrendezi kispályás labdarúgó tornáját a Videoton Oktatási Központban. A viadalra december 2-áig lehet jelentkezni az Alba Plaza Diadóra Kuti sportüzletében. A nevezési díj 20 000 forint. Az elsőosztályú bajnokság 12. fordulójában pedig szuperrangadóra került sor. A tavalyi kiírás győztese azonban jelenleg a tabella 4. helyén álló Bombon, a még veretlen listavezető Aprilia motorosbolttal találkozott. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 12. fordulójában a rangadó Bombon Aprilia motorosbolt kék mezben balról jobbra a képernyőn a Bombon csapata, míg az Aprilia ellentétes irányban fehér mezben kék csíkkal. A mérkőzés előtt közvetlen a kezdő sípszó előtt a Bombon együttesének mezt kellett cserélnie, így kölcsönfelszerelésben a Fevitától kapták kölcsön egyébként a kék színű szerelést a Bombon játékosai. A mai találkozó igazán nagy csatának ígérkezik, és mindezt bizonyítja az is, hogy a lelátón valamivel több néző foglal helyet, mint általában a többi első osztályú mérkőzésen. A két csapat előtt játszó együttesek is itt maradtak megnézni ezt a találkozót, hiszen a bajnoki címvédő és a jelenleg toronymagasan tabellát vezető csapat csap össze. Ugye a Bombon a 2001-2002-es első osztályú bajnokság győztese, míg az Aprilia motoros volt, amely az idei szezonra egy igen erős csapattá érlelődött össze, hiszen szinte kivétel nélkül minden játékos nagy pályán játszik, és van közöttük profi labdarúgó is. Toronymagasan 10 mérkőzésből 10 győzelemmel 30 ponttal vezetik a tabellát. A Bombon jelenleg a negyedik, ők két mérkőzéssel kevesebbet játszottak, 8-at, 6-szor nyertek, 2-szer kaptak ki, és 18 ponttal rendelkeznek, és ez a két vereség igen fájó, de leginkább az utóbbi vereség, hiszen a 11. fordulóban a Bádogostól szenvedtek 4-0-ás vereséget a Bombon játékosai, és bizony nem volt utózöngementes ez a találkozó, hiszen akkor a Bombon nehezményezte a játékvezetést, és ennek következtében Molnár Csaba, a csapatkapitány 3 mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Egyelőre helyzetről még nem lehet beszámolni a mai találkozón. 2,5 perc telt el a mérkőzésből, Csucsánszki dobja be a labdát, átszáll a fejek felett. Ismertetném a két csapat összeállítását, a Bombon kapuját Hegedűs Ferenc őrzi, mezőnyben pedig 4-essel Csénagy Attila. És akkor elnézést, hogy egy picit gondolkodnom kell és nézni a játékosok messzámát, hiszen most az eredeti számozástól eltérő számokkal játszanak a játékosok. 9-essel Balló Zsolt, nála van most a labda. Csénagy Attilát próbálta kiugratni. Csucsánszki Zoltán 11-es, Fésű Gábor 12-es, és Magus Tamás pedig 2-es számmal játszik. Ez a kezdő együttese a Bombonnak. Az Apriliában 22-essel Revaland Zoltán a kapuban. Emlékezzünk csak, hogy Revaland legutóbb még a Bombon hálóját őrizte, és nem is eredménytelenül, hiszen bajnok lett a csapat. 2-es számmal Bírej Zoltán, 7-essel Salac Zoltán, 5-össel Salac János, 6-ossal Domján Attila, és 13-assal Pálfi László. Ez az Aprilia kezdő csapata. Pálfi a labdával Bírej Zoltánhoz jutott el a játékszer a bedobás után. Lövése azonban beválkozott, Domjánhoz kerül vissza. Salac Zoltán vállalkozik lövésre, Knausz lábáról vágódik szögletre a labda.
béres szöglete, és aztán ismételhet Domján Pálfi. Ő két mérkőzéssel, két fordulóval ezelőtt kapcsolódott be az első osztályú kispályásbajnokság küzdelem sorozatába, hiszen Pálfi László, aki korábban a Videótonban is játszott az NB1-ben, jelenleg Finnországban profiskodik, és mivel ott véget ért az őszi idény, Pálfi hazatért, és rögtön elfoglalta helyét az Aprilia csapatában. Azt nem lehet mondani, hogy észvesztő iramban kezdenek a csapatok. Igen, komótosan végzik el a pontrúgásokat, a bedobásokat is, és nem is igazán esnek egymásnak a pályán sem. Az imént Béres Zoltán vette célba Hegedűs kapuját, a labda azonban elkerülte azt. Hegedűs rúgja ki, Szoboszlai középre játszotta a labdát, csak éppen ott nem érkezett játékos társ. Domján, Szoboszlai és Fésű együttes erővel állították meg, de szabálytalanul. Aprilia szabadrúgás következik. Kicsánszki, Pálfi, Fésű, Pálfi lent marad a földön, nem történt szabálytalanság, mehet tovább a játék. Most már a hetedik percben járunk, egyelőre gól nélkül. Szoboszlai perdítette fel a labdát. Pálfi. Tette a bal lábára, aztán dőtt a kapu mellé. De a játékvezető szerint beleért egy kétmezes játékos, ezért szöglet lett a dologból. Béres írali át a túloldalra, Pálfi válta volna kapás lövésre, Klaus azonban megelőzte és fejjel mentett. Salac János, Domján, Pálfi. Knauszról pattan ki a labda. Pálfi bedobása Salac Zoltánt tolták meg egy picit a levegőben, aztán Domján harcol a labdáért Fésűvel. Hegedűs. Ez a másik kapusé, Revelandi. Tekintsük át a két csapat eredmény sorát, hiszen egyelőre úgy néz ki, hogy van erre idő. A Bombon az első fordulóban 7-4-re verte a Sünit, még ekkor az Aprilia 4-2-re a Turulláink. A második fordulóban az Aprilia 6-1-el lépte le a Total Food gárdáját, még a Bombon 7-0-val a Folyák BT-t. A harmadik fordulóban csak az Aprilia lépett pályára, és a Sünés barátait verte 7-0-ra. A negyedik játék héten az Aprilia Polyákot 5-2-re verte, a Bombon pedig 11-3-ra a Maratonsportot. Az ötödik fordulóban a Bombon 5-3-ra a Fevitát, az Aprilia pedig a MÁV Gépészet Alba Kerelmi 57 Kft-t 4-2-re győzte le. Aztán következett a hatodik játékhét, és ekkor a Bombon elszenvedte első vereségét a Fedél Kft. Ellenében 4-2 arányban. Az Aprilia ekkor megküzdött a Maratonsporttal, 3-1-re tudott csak nyerni. A hetedik játék héten Aprilia Fevita 5-1, Bombon Csétuszvén 4-3, aztán a nyolcadik fordulóban Fedél Aprilia 2-4, Cooper Bombon 1-7, a
tizedik fordulóban is csak az Aprilia lépett pályára a két csapat közül, akkor a Cooperest szétverték 2-0-ra. Még a legutóbbi játék héten a 11. fordulóban az Aprilia klubfecát 4-1-re verte, a Bádogos pedig legyőzte a Bombont 4-0-ra. Fésű. Balú Zsolt passzolt hátra a kapusának, Arik Nausz próbálta játékba hozni. Salad Zoltán azonban jól helyezkedett, Pál Filő, elsuhan a labda a kapu mellett. A 11. perc, 0-0 az eredmény. Szoboszlai vállalkozott lövésre, igen kiszorított helyzetből, a vonal mellől. A labda el is kerülte a kaput. Közben csere az Apriliában. Pálfi helyére 9-es számmal Wieninger Krisztián érkezett. Fésű. Tele a paszt, aztán Szoboszlai próbálja átfűzni magát a védőkön, nem sikerül. Béres, Domján, Wieninger várja és kapja is a labdát, csak aztán kezelési hiba, a labdakezelési hiba, nem tudta kapura lőni, tovább passzolt a Domján, pedig a ketrec fölé lőtte a labdát magasan. Nausz, Csucsánszki, Balló Zsolt veszi le és adja középre, Salad Zoltánban akad el a labda, Béres, Revalant segítette ki egyébként a védőt, Fésűről keresztez, Salad Zoltán, Béres, ajtóablak helyzet, eltotojázta, visszaértek a védők, marad tehát a 0-0-ás mérkőzés állás a 12. percben. Wieninger lövése levágódik, és aztán róla megy ki a labda. Bonbon bedobás, mert Csucsánszki már el is végzett. Fésű. Balló. Fésűnek vissza. Szoboszlai. Salac Jánosról szeretett volna lefordulni. Csucsánszki végzi el a bedobást, keresi az embert, Ballót választotta. És most mehet át a másik oldalra, Csucsánszki Zoltán, onnan ismételhet. Balló Szoboszlainak emeli középre a labdát, és újabb bedobás következik. Csucsánszki Zoltán most az utóbbi két percben többet fut a pályán keresztben, mint hosszába, hiszen bedobásról bedobásra kell futkosnia. Ő az ügyeletes végrehajtó. Szoboszlai, Csucsánszki érkezik segíteni, de Szoboszlaitól elveszik a labdát. Domján és Salad Zoltán. Szabálytalanság volt közben, Bombon szabadrúgás, Csucsánszki a labda mögött. Óriási lehetőség volt, remekül vette észre Szoboszlai Csucsánszki, aki mint egy másfél méterről a kapu mellé lőtt. Gólszerzési lehetőség tehát a Bombon előtt, ami kimarad. 15. perc. Domján. Szoboszlai szereli. Salac János.
Wehninger Salacnak vissza. Domján. Óriási taktikai csata a két együttes között. Naus balul lépett ki jó ütemben. Csucsánszki zárkózik fel a bal oldalon, Szoboszlai középen, és ebből most fordulhatnak a fehérmezesek. Salac János, Wehninger, visszaérnek közben a védők. Béres, távoli lövés a kapu mellé. Csucsánszki. Balló. Béres. Domján. Salac, majd Wehninger a labda útja. Balló Zsolt szerzi meg, Szoboszlai segíti ki. Csucsánszki. Fésű. Knaus. Hegedűs. Csucsánszki. Hegedűs íveli előre, de olyan területre, ahol játékos társ nem tartózkodik. Béres. Domján. Salac. Majd Salac Zoltán a labdával. Salac János. Domján. Salac Zoltán. Mellé. Fésű. Salac János előzte meg Ballót. Aztán lő, és centiméterekkel került el a labda a bombon kapuját. Csucsánszki. Szoboszlai felperdíti. Balló nem indult be. Domján. Salac Zoltán. Béres. Fésű őrzi. Salac János. Domján. Salac Zoltán. Balló piszkált közbe. Csucsánszki. Szoboszlai. Rossz a passz. Béres. Domján a túloldalon. Fésű csapja be egy csellel, még tartja a labdát. Fésű volt szabálytalan. Aprilia szabadrúgás következik a 18. percben. Nagy a döbbösülés középütt Wehninger és Knaus között. A lövés levágódik a sorfalról. Salac János bedobása. Béresnek hátra. Domján. Wehninger. Domján. Salac Zoltán. Béres. Ez nagyon szép játék. Salac Zoltán lépett ki a védők között. Hegedűs résem volt. Salac Zoltán bedobása. Domján érkezik. Jobban lő a kapásból. A labda azonban elkerülte a kaput. 19. perc, 0-0-ás mérkőzés állás. Hegedűs. Balló. Salac János. Revelandnak kell kisegíteni a társakat.
most Hegedűs a másik kapus, Csucsánszki. Wieninger szerez labdát, aztán ő fordulásból ballal Hegedűs védett. Fésű. Csucsánszki. Domján szerez labdát. Bizony zavarnak a fehérmezesek, letámadnak már a Bombon tér felén. Szoboszlai balónak teszi le lövésre, ő azonban nem találja el jól a labdát. Fordulhat az Aprilia. Wieninger. Béres. Salad Zoltán mozgott keresztbe. Béres lőtt, Hegedűs pedig vetődve védett. Most pedig a kapusnak öklöznie kellett. Salad Zoltán. Elsúlna a labda a kapu előtt, keresztbe nem ér bele senki. Így Bombon bedobás következik. Naus Szoboszlai csúsztatja meg, aztán Domján fejeli haza a labdát. Revalant kidobása után most már Béres a labdával. Wieninger, Béres, Domján. Egyelőre szervezetten védekezik a Bombon. A támadás szövéssel inkább az Aprilia foglalatoskodik. Salac. Salac Zoltán érkezik hátra labdáért, aztán Béreshez passzol. Domján Béressel kényszerítőzött volna, de hosszú volt a labda. Csucsánszki. Knausznak a bal szélre. Szoboszlai egyből tovább ballónak. Egy keresztlabda, Knausz még megmenti a vonal előtt. Fésű. 22. percben járunk. Valamivel több mint 3 perc a hátralévő idő az első fél időből. Béres próbálta meg hintába ültetni Csucsánszkit. Aztán Salad Zoltán lőtt a bal szélről, Hegedűs védett. Szoboszlai megmenti a vonal előtt. Már azon lehetne vitatkozni, hogy ez mekkora mentés volt, hiszen az Apriliához került a labda, és Salad Zoltán lövését Hegedűs védte bravúrral. A jobb sarok elől tornázta ki a labdát szögletre. Vajda Gusztáv érkezett egyébként, 8-as számmal, tehát friss ember a pályán az Aprilia csapatában. Szoboszlai. Balló. Szoboszlai érkezik lendületből, Béres pedig becsúszva szerel ágya útját a labdának. Szöglet. És egy gyönyörű szöglet kombináció. Szoboszlai jól vette észre, hogy Fésű Deoson a kapu előterében nem figyeltek rá az Aprilia védői, és a Bombon a 24. percben megszerzi a vezetést. A gólszerző Fésű Gábor. Az Aprilia motorosból birtokolja többet a labdát a mérkőzésen. Ők foglalatoskodnak azzal, hogy bevegyék a Bombon kapuját, és aztán kihasználva egy szöglet adta lehetőséget a Bombon, megszerzi a vezetést. Majd előtt szintette el a labdát Balló. Béres egy lövőcsel, aztán megpróbálja tovább passzolni, de Fésű Gábor a gólszerző állja útját. Domján jobban leveszi, ballal lő, Hegedűs pedig véd, visszakerül abba az Apriliához. Szabadrúgás. Domján. Az első félidő utolsó percén belül járunk. Vajda Gusztáv forgolódik, Béreshez továbbít. Aztán Domján a túloldalon, Csucsánszkiról vágódik szögletre a labda.
Na most valamelyet felpesdült a játék, hiszen az Aprilia most mindent megpróbál az egyenlítés érdekében. Wininger kezére pattan a labda, Csucsánszki végzi el a szabadrúgást, Béres fejeli le, Salac János pedig mellel továbbítja a labdát kapusáig. Balló. Knausz. Fésű. Hegedűs. Knausz. És másodperceken belül vége az első félidőnek, a játékvezető már szájába vette a sípot. És szinte másodpercre pontosan fújják le az első 25 percet. Tehát Fésű Gábor 24. percben lőtt góljával 1-0-ra vezet a kékmezes Bonbon. A második félidőt az Aprilia kezdi. Pálfi. Komáromi a friss ember, Vajdát előzte meg. Balló keresztlabdája Fésű felé szállt. Most már Salac János Pálfinak passzolja, majd Domján most már a játékszerrel. Knausz próbálja megállítani. Domján suhant el a bal szélen, aztán a középre centerezett labdát sikerült kihozni a Bombonnak. Egy ellenakció, Balló Zsolt pedig az oldalhálót találja el, pontosabban a kapu oldalsó részét. A hálótartó vasról vágódott fel a labda. Knausz. Domján veszi el tőle a labdát, aztán Komáromi lép oda. Aprilia szabadrúgás. Tanácskoznak a fehérmezesek, hogy kilője el, Béres vállalkozik, és bizony nem tette rosszul. A bal kapufáról vágódott ki a labda. Fésű. Balló. Nem értették meg egymást Komáromival, aztán Fésűnek kellett javítania. Béresre pattintotta a labdát. Hegedűs. Csínagy felé. Béres. Salac Zoltán. Salac János, Pálfi, Salac Zoltán, Vajda, Béres, Pálfi, Komáromi szerzett labdát, aztán Vajda buktatta. Fésű. Hegedűsnek hátra, aki előre vágja a labdát, Reveland biztos kézzel fogja. Pálfi Knauszról szeretett volna lefordulni, résen volt azonban a Bombon játékosa. Salac Zoltán fejeli hátra. Salac János. Vajda. Béres. Három kékmezes vette körbe Bérest, és kiharcol egy szabadrúgást. Most már a 29. percben járunk. Továbbra is 1-0-ás Bonbon vezetés. A szabadrúgással nem ment sokra az Aprilia. Csínagy és Vajda fejeltek. Pontosabban fejpárbajt hívta a levegőben, aztán Pálfit buktatják, és Knausz kap egy sárgalapos figyelmeztetést, amely 2 perces büntetést von maga után. Tehát 2 percig ember hátrányban játszik a Bonbon csapata. Ez egy óriási lehetőség a gólszerzésre az Apriliának. A 29. percben 1-0-ás Bonbon vezetésnél tehát megfogyatkozik
a bajnoki címvédő. Pálfinak gurította le Béres a labdát, aki nem kapura lőtt, hanem a kapu előterébe gurította a labdát, ahol Vajda közvetlen közelről a kapu jobb alsó sarkába passzolta a játékszert. Egyenlít, tehát az Aprilia gyorsan kihasználja emberelőnyét. 30. percben egalizálódik az eredmény. Mindent lehet előről kezdeni, mindkét együttes számára. Balló Zsolt marad lent az oldalvonal mellett. Megmondom őszintén, hogy könyveltem és nem láttam az esetet, de elképzelhető, hogy a labdáért folytatott harc közben sérült meg, lehet, hogy éppen egy könyök által. Salad Zoltán. Pálfi. Balló helyére egyébként új játékos érkezett a pályára. De hát ne feledjük, továbbra is ember hátrányban játszik a Bonbon. Salad Zoltán, hegedű svéd óriásit. Szöglet. Letelt a 2 perces büntetés, Knausz visszatérhet a pályára. Knausz. Csucsánszki. Salad Zoltánban akad el. Béres. Aprilia szabadrúgás. Pálfi. Komáromi szerelte. Salac János még megmenti a vonal előtt. Salad Zoltán. Pálfi. Knauszról megy ki. Pálfi bedobása. Csé nagy fejelte vissza a mezőnybe. Salac János. Salad Zoltán. Béres. Pálfi. Egy távoli próbálkozás. De meglehetősen gyatra a lövés. Lecsúszott a lábáról. Knausz. Hegedűs. Szoboszlai kéri a kapustól, kapja is. Szoboszlai fejeli középre, Csucsánszki érkezik a jobb oldalon, Salad Zoltán azonban a lábára pattintja a labdát úgy, hogy ez elhagyja a játékteret. Így az Aprilia lendület ismét támadásba. Salac János, Pálfi, Vajda, az egyenlítő gól szerzője, ballal próbálkozik, hegedűs, védi a lövést. Szoboszlai Salacról szeretett volna lefordulni, azonban az apró termető játékos elfejelte a labdát. Bonbon szöglet következik. 33. perc, Csucsánszki érkezik a sarokrúgáshoz. Knausznak burítja le, és gól! Némi szerencsével ugyan, de ismét megszerzi a vezetést a Bonbon. A gólszerző Szoboszlai Zsolt, és megint egy szöglet eredményezi a Bonbon találatát. Csucsánszki az érkező Knausznak burította le a labdát, akinek lábáról lecsúszott bizony. A lövés nem találta el jól. A labda azonban éppen Szoboszlai elé pattant, aki csak beletette a lábát a pörgő labdába, és ez megzavarta a Revelandot. Tehát a 34. percben 2-1-re vezet a Bonbon. Pálfi Komáromiról vágódik le. Szoboszlai gyűjti be. Nem tudta becsapni Salad Zoltánt. Csucsánszki belövása, Szoboszlai.
megszeridíti a labdát, aztán Csücsánszkihoz passzol, Komáromi most már a labdával. Komáromi elnézte a játékvezetőt, hitte játékos társának, ezért az Aprilia fordulhat. Salad Zoltán. Csücsánszki állítja meg keményen az Aprilia akcióját, aztán rossz labdát ad. Szoboszlainak hosszú volt a passz. Vajda. Nem történt szabálytalanság, Knausz keresztezett jól. Hegedűs kidobása, Szoboszlai esik el a 9-es vonalnál. Mehet tovább a játék. Salac János, Vajda, majd Béres és ismét Salac János a labdával. Vajda. Csücsánszki gyűjti be a labdát. Komáromi. Fésű. Elsuhant előtte a labda. Revelant fogta meg a játékszert, és aztán gurította ki egyből játékos társához. Béres. Vajda. Salac Zoltánnal vált. Na úgy szövetődött bele a lövésbe, ezért vesztette erejét a labda. Szoboszlai dekázgat, aztán Salac János piszkál közbe. Komáromi, Csücsánszki, Szoboszlai le tud-e fordulni Salacról, végül is kapura tudott lőni. A labda azonban elkerülte az Aprilia hálóját. Salac Zoltán, a Vajda. Komáromiról pattant a labda Béres elé, akinek lövését Hegedűs fogta, aztán Szoboszlai két fehérmezessel csatázik. A labda pedig zavartalanul gurul ki az oldalvonalon túlra. Aztán gyorsan a pályára lépő Balló Zsolt áll bele egy lövésbe, és bizony igen kellemetlen volt, hiszen a löket éppen őt találta el, illetve combján találta. Harminchetedik perc, 2-1 a Bonbon javára. Salac, Vajda. Hegedűs. Salac János előzte meg Szoboszlait. Csücsánszki dobja be a labdát. Szoboszlai elesik. Bonmon szabadrúgás következik. Csücsánszki a labda mögött, két tagú az Aprilia sorfala. Fésű. Fölé is, mellé is. Veszélytelen az Aprilia kapujára ez a lövés. Vajda, Béres. Fésű lép közbe, Salac gyűjti be a labdát. Vajda. Hegedűs véd. Vajda Gusztáv nagy kedvel játszik, hiszen már gólt is szerzett, és többször is munkára késztette a Bonbon kapusát. Salac Zoltán át a túloldalra, Somogyinak kapáslövésre. Az irányzék sem volt rossz, Hegedűs azonban leért, és fogta a labdát. Knauszhoz kerül vissza a labda, aztán eladja. Hegedűs.
Vajda. Savad Zoltán. Fésű csúszott be. Szöglet. Béres. Ez már a 40. perc történése. Fésű. Ide-oda pattog a labda a kapu előterében, aztán ennek Hegedűs vett véget, aki felrúgja a labdát. A Vók nézőterére. Béres bedobása Vajda. Knauszról nem próbál meg lefordulni sem, hanem inkább visszapasszolja Béresnek a játékszert. Knausz fejeli kis a Laci verését. Somogyi. Revelanda majd ismét Somogyi a labdával. Salac János. Béres. Vajda. Salac Zoltánról megy ki. Salac János előzte meg Szoboszlait. Vajda. Többen is kérték a labdát Vajda Gusztávtól. Végül senki sem szerezte meg azt. Fésű. Vajda fejeli vissza. Somogyi veszi le. Knausszal óriási csatában Somogyi. Knausz volt szabálytalan, Szoboszlait pedig figyelmeztetni kell, hiszen Szoboszlai magyarázott. Egy szabadrugás kombinációból az Aprilia motoros volt, már lőtt egy volt. Hegedűs. Salac centerezett volna a középre Somogyi felé. Béres. Salac Zoltán. Vajda. Szép csellel húzott el. De aztán túl gyors volt a középre lőtt labda. Már lassan az Apriliának bizony össze kell szednie magát, rá kell kapcsolnia, hiszen a mérkőzésből már csak 8 perc van hátra, és 2-1-re vezet a Bonbon. Salac, Béres, Salac János. Somogyi. Béres. Szoboszlai. Hát bizony. Ott volt a keze Béres vállán. Csucsánszki. Balló Zsolt. Knausz zárkózik fel. Lendületből érkezik, de Salac Zoltán becsúszva szerel. Aztán Somogyi, majd Béres a labdával. Vajda várná. A jobb szélen Béres egyedül viszi tovább. És ez volt a jó, Vajda beérkezett, behúzódott középre, Fésű mellett, és a lecsorgó labdát ismét közvetlen közelről a kapuba pofozta. 2-2, Vajda Gusztáv egyenlőre az Aprilia megmentője. 44. perc. Balló. Csucsánszki a labda mögött a szabadrugásnál. Óriási bent középen a mozgolódás, Balló teszi bele a lábát. A labda azonban a kapu mellé perdül. Vajda indul meg a bal szélen. Vajda még, Béres várja, nem kapja. Szoboszlai. Ő érkezett vissza Vajdával.
aztán Hegedűs szedi fel a labdát. De már csak a vonal mögött kirúgás következik. Hegedűs kapus rúgja ki a labdát, de nem saját emberhez, Domján fejelte vissza, és aztán a bombon lendülhet ismét támadásba. Csucsánszki íveli előre Csé nagynak, befejeli középre, Balló próbál lefordulni a védőkről, nem sikerül. Salad Zoltán. Véres. Knausz íveli előre. Pálfi előzte meg Ballót. Domján. Salac János. Salac Zoltán. Béres. Egy távoli lövés, levágódik szöglet. Domján végzi el a szögletet, Pálfi érkezik, és aztán Csé nagy vágja ki. Salac János. Az utolsó 5 percen belül járunk már. Pálfi lövi el mellé. Most mindent megpróbál az Aprilia annak érdekében, hogy szerezzen még egy találatot, hiszen azzal már nagy a valószínűsége annak, hogy meg is nyerné a találkozót. De egyenlőre 2-2 az állás a 46. percben. Béres, Salad Zoltán, Pálfi. Knauszt csapja be, és aztán Csé nagy mellett is tovább viszi a labdát egy kötényjel. Csé nagy fordul most. Balló. Salad Zoltán érkezik vissza, és szerel. Csucsánszki. Csé nagy. Salac János volt határozott. Csucsánszki bedobása, fésű fejjel, Csucsánszkihoz pattan vissza a labda, Salad Zoltán igen agresszíven érkezett és talpalt, ezért jár a szabad rúgás a bonbon javára. Csucsánszki a labda mögött, fésű még köti a cipőfűzőjét. Erre várnak a játékosok és a játékvezetők. No. Lassan elkészül a szerelés. Csucsánszki most elvégezheti a szabadrúgást. Balló a kapu mögött, Tosont át. De egyelőre semmire nem ment a bombon a nagy készülődéssel, hiszen még kapura lövés sem lett a dologból. Knausz bedobása, és fordulhat az Aprilia. Salad Zoltán. Pálfi. Salac János. Béres. Visszakerül a labda a fehér mezesekhez, aztán Balló erőszakos és visszaszerzi a labdát. Fölöslegesen eladott labda. Pálfi. A 49. percben járunk. Fésű. Balló Zsolt Salac Jánossal csatázik, aztán Béres érkezik, és a labda a bomboné. Knausz, Csucsánszki, pontatlanok a passzok, és ezek nagyon nagy jelentőséggel bírhatnak így a végelszámolásnál. Béres. Csé nagy, Salac Jánoshoz kerül vissza a labda. Béres. Pálfi.
Arnaus rángatja, Pálfi még sarokkal vissza, gyönyörű gól. Salad Zoltán érkezett középen, Pálfi remekül tette vissza sarokkal a labdát középre. Érkezett Salad Zoltán és a kapu közepébe vágta a labdát. Hegedűs dühöng, hát bizony dühös is lehet a Bombon kapusa, hiszen eradott passzok elől és pici figyelmetlenség hátul. És így 3-2-re vezet az 50. percben az Aprilia motoros volt. Úgy tűnik tehát, hogy az Aprilia megőrzi veretlenségét. Szoboszlai, szöglet, na, talán az utolsó lehetőség a Bombon számára. Hiszen 20 másodperc van hátra a rendes játékidőből. És ott volt a lehetőség. Balló Zsolt az üres kapu mellé lövi a labdát 2 méterről. Ez bizony egyenlítési lehetőség volt. Salad Zoltán vágja előre, Komáromiról megy ki a labda. Ismét az Aprilia dobhat, a rendes játékidő már letelt. Kérdés, mennyit szándékoznak hosszabbítani a játékvezetők. Azt hiszem, egy óriási csatát láthattunk a mai találkozó alkalmával, és vége a mérkőzésnek. Az Aprilia motoros volt megőrizte 100%-os mutatóját, vagyis veretlenségét. 3-2-re verte a Bombon csapatát egy óriási csatában. Az 50. percben Salad Zoltán lőtt góljával. A gólszerzők, tehát még egyszer, a 24. percben Fésű Gábor szerzett vezetést a Bombon javára. Aztán Vajda egyenített a 30-ban, Szoboszlai 2-1-re vezet, Szoboszlai 2-1-re vezetett a Bombon. A 44-ben Vajda Gusztáv egyenített, majd az 50-ben Salad Zoltán érkezett és beállította a 3-2-es Aprilia győzelmet. Az Aprilia tehát megerősítette vezető pozícióját a tabellán, s hogy a többi mérkőzés eredményétől függően hol áll a 12. játékhét után a Bombon, megtudhatják az összefoglalók végén. A vesztett pontok tekintetében eddig azonosan teljesítő 5. Bádogos és a 7. Turulány csatája nyitotta a 12. forduló küzdelem sorozatát. A kékmezes Turul már a mérkőzés elején vezetést szerzett, és a folytatásban is a tavalyi ezüstérmes játszott magabiztosabb futballt. A Bádogos egy kivételével rendre kihagyta a helyzeteit, a Turul viszont már az első félidőben 3-szor vette be ellenfele kapuját. Fordulás után a cserejátékos nélkül küzdő Bádogos nem tudott ellenállni a sorcserével játszó Turul rohamainak, így a kékek növelték előnyüket. A zöldmezesek nem tudták átmenteni múlt heti formájukat, és elvesztett labdájuk után a visszazárás is elmaradt, a Turul pedig könyörtelenül kihasználta a kontraadta lehetőségeket. A végeredmény 6-2 a Turul lány javára. Kevesen jöttünk össze, ez jött ki belőle. Mindent megtettünk, elkerülhető gólokat kaptunk, 3-2-nél. Sőt, nem, 4-2-nél volt egy nagy helyzetünk, sajnos kihagytuk, utána mi kaptuk gólt, rögtön 5-2, és onnantól már nem volt megállás. Szerintem nem csak a sorcserének köszönhető, hanem a hozzáállásunk ezen a meccsen teljesen más volt, mint az előző mérkőzésen, meg az is hozzájárult, hogy az ellenfél csere nélkül játszott a végig a mérkőzést, és szerintem nagyon elfáradtak a végére. A második helyen álló Cséplusfi a 11. Poják BT-vel csapott össze. A kékfehér mezben játszó Poják neki esett a Cséplusfinek, de a nagyöregek fegyelmezett védekezésükkel ellenálltak az újonc rohamainak. Sőt, az első félidőben a Cséplusfi szerzett vezetést. Fordulás után a kékek kontrákra rendezkedtek be, és a kitámadó Poják játékosait gólokkal lepték meg az ellenakciók végén. A Cséplusfi magabiztos játéka 4 gólos előnyt eredményezett, melyre a Poják csak egy találattal tudott válaszolni. Így alakult ki a 4-1-es végeredmény. Jobb volt az ellenfél. Régóta együtt játszanak, jó játékosok. Hát, mi hiába támadtunk az 50 percben, 45-öt jobbak voltak. Kivárásra játszottunk, tudtuk, hogy el fogják futni magunkat, és hát úgy érzem, vagyunk olyan rutinos csapat, hogy egy-egy hibáikat meg tudunk büntetni. A 8. klub Fece a sereghajtó Totál Futtal mérte össze erejét. A papírformának megfelelően pirosmezes Fece irányította a játékot, de sokáig csak helyzetekig jutott. Az első félidő derekán aztán megtört a jég. A lelátó embere a vezető gól után a további találatokat várta.
Azonban a totál fut percei következtek, majd ismét a klub feca birtokolta többet a labdát és növelte előnyét. A második játékrész elején már 3 góllal vezetett a feca, de a kékfehérek nem adták fel. A totál fut játékosai remekül kihasználták, hogy ellenfelük erejét veszti és felzárkóztak. A találkozó hajrájában a klub feca bebiztosíthatta volna győzelmét, de helyzetei kimaradtak, így izgalmasra sikeredett a végjáték. A mérkőzést 4-3-ra nyerte a klub feca. A végén már fegyelmezetlenebbek voltunk, ráadásul el is fáradt egy kicsit a csapat. Nem figyeltünk oda a végén, úgyhogy meleg lett a szituáció, de szerencsére megnyertük a mérkőzést. Nem játszottunk alá rendet szerepet a mai mérkőzésen. Talán benn volt a győzelem is a mai meccsben. Sajnos nem sikerült, megyünk tovább, megpróbáljuk a következő mérkőzéseket megnyerni. Az ellenfélnek pedig gratulálok. Két a kiesés elől menekülő együttes nézett farkas szemet a Cooper SC Sunyi és barátai mérkőzésen. A két csapat mezőnyben egyenlő ellenfélnek bizonyult, azonban a helyzet kihasználása Süninek ment jobban. A félidőben már 2 gólos vezetésre tettek szert a fehérmezesek, majd a szünet után növelték előnyüket Őrsiék. A Cooper játékosai hiába próbáltak meg mindent a felzárkózás érdekében, csupán egy szépítő gólra futott a erejükből. A találkozót végül a Süni 3-1-re nyerte. A múlt hetihez képest mindenféleképpen parádésabb volt, azt kell, hogy mondjam, már a végeredményt tekintve. Hát küzdősebb volt a múlt héthez képest, és hát nyertünk, úgyhogy ennél fogva mindenféleképpen jobban tetszett. És gólt is sikerült rúgni. Hát igen, ez mostában eléggé erőteljesen elmarad, úgyhogy örülök neki, hogy most így alakult. Az idei szezon ez nem az a szezon, még az új cipőben sem. A tabella 3. helyén álló Fedél Kft. A 6. MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Csapatával randevúzott. A fehérmezes Fedél a mérkőzés elején vezetést szerzett, ám a gól után fokozatosan beindult a MÁV gépezete. Igaz, a Fedél Kft. Játékosai birtokolták többet a labdát, mégis a fekete-fehérek voltak veszélyesebbek a kapura. Ennek meg is lett az eredménye, még az első félidőben megfordították az állást. A második játékrészben a MÁV labdarúgói rendkívül fegyelmezett játékot produkáltak, mely leginkább abban mutatkozott meg, hogy tökéletesen szűrték meg az ellenfél támadásait. A Fedél elkeseredetten próbálkozott a gólszerzéssel, de ezen a találkozón többre nem futotta. A MÁV megérdemelten nyerte a találkozót 2-1 arányban. Múltkori meccsen nagyon-nagyon rosszul védekeztünk, abban maradtunk, hogy most mindazután egy kicsit visszaállunk, és megpróbálunk arra játszani, hogy ők jöjjenek ki, és szerintem ez most maradéktalanul bejött. Nem azt mondom, hogy 1 góllal jobbak voltunk, de most egy kicsit szerencsénk volt, és így 2-1-re végül is sikerült megfordítani. Nagyon jól visszazárt az ellenfél, és nem hagyott nekünk területet, hogy tudjunk játszani. Ők játszották azt, amit mi szoktunk, ezt a gyors kontrát, és ez ma nekik jobban ment. Ha reggelig játszunk, akkor sem rúgtunk volna gólt szerintem. Kiesési rangadón csapott össze a jelenleg 12. Fevita és a 13. Maratonsport. A találkozó fontosságának megfelelő iramban kezdtek a csapatok, és az első félidőben a sárga mezes Fevitának ment jobban a játék. A játékrész közepétől magára talált a legutóbb túrult verő Maraton és felzárkózott. 3-2-es Fevita vezetésnél fordultak az együttesek. A második félidő elején némi zöldmezes segédlettel növelte előnyét a Fevita, majd később fölényét újabb találattal nyomatékosította. A sárgák már 4 góllal is vezettek, azonban a lelkes Maraton nem adta fel, és még emberhátrányból is bevette ellenfele kapuját. A végjáték igen izgalmasra sikeredett, de a hűtőháziak előnye elegendőnek bizonyult a robogó Maraton ellen. A Fevita 8-6-ra nyerte a mérkőzést. Nézzük a 12. forduló eredményeit. Bádogos Turulány 2-6, C plusz V Poyák BT 4-1, Klub Feca Total Food 4-3, Cooper SC Süni és barátai 1-3, Fedél Kft. MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 1-2, Fevita Maraton 8-6, Bonbon Aprilia Motorosbolt 2-3. A tabellát továbbra is a 100%-os Aprilia Motorosbolt vezeti 33 ponttal, második a C plusz V 22, míg harmadik a Fedél Kft. 19 ponttal. Negyedik helyen a Bonbon 9 mérkőzésből 18 pontot szerezve, 5. a MÁV Gépészet, 6. a Turullány, 7. a Bádogos, 8. a Klub Feca, 9. a Süni és barátai, 10. a Fevita, a kieső helyeken pedig 11. a Cooper SC 9, 12. a Poyák BT 9, 13. a Maraton Sport 6 és 14. a Total Food 4 ponttal. Az 1B 12. fordulójában Fehérvíz Truck Trailer 4-0, Fészeképítők Ságépítő RT 0-1, Más Tészta Opsitos 6-1, Dekkebau Zöldker 7-4, FC Chelsea B Ördögök 4-8, Koral Placbau 3-0, Hungária Taxi Erszábalba Logisztik Széphő 1-14.
A bajnokságot a Fejér Víz 33 ponttal vezeti, második a Dekkebó 25-ig, és harmadik a Traktrailer 25 ponttal. Negyedik az Erszáb, ötödik az Opsitos, hatodik a Fészeképítők, hetedik a Más Tészta, nyolcadik a Ságépítő RT, kilencedik a Koral, tizedik az FC Chelsea, és a négy kieső helyen 11. a B-ördögök 9, 12. a Zöldker 8, 13. a Placbau Veszprém Beton 5, 14. a Hungária Taxi 3 ponttal. A 13. játékhéten, azaz a jövő héten a MÁV gépészet a C plusz V-vel, a Polyák BT a Cooper SC-vel, a Sünni és Barátai a Klub Fecával, az Aprilia Motorosbolt a Bádogossal, a Turuline a Fevitával, a Maraton Sport a Fedél Kft-vel, a Total Food pedig a Bombonnal találkozik majd. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!